Térköves lett a Móra iskola belső udvara, emellett az odavezető járda is megújult. A helyi önkormányzat elsősorban biztonsági okokból végezte el a burkolatjavítást, a beton ugyanis az évek során elfagyott, és így balesetveszélyessé vált. A külső megújulás mellett a belső rekonstrukcióval is hamarosan végeznek az épületben. A tornateremnél egy fiú és egy lány öltöző, a mosdó és a WC újul meg. Az új burkolat és a padlócsere mellett új ajtók és csempeburkolat kerül a helyiségekbe. A második emeleten pedig a tanári, valamint egy fiúvizes blokk teljes felújítását végzik el. Mindemellett az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat során feltárt hibák javítására is sor kerül. A kivitelezésekkel még iskolakezdés előtt végeznek. A Bólyai iskolában pedig egyszerre több munka is zajlik. A kettes egység udvara és a szigetelése is megújul. Térkövezést végzünk az udvaron, most jelenleg a szegélyezés, illetve az ajzatkészítés zajlik, aztán közben megkezdődnek az épület utolagos vízszigetelési munkáinak az előkészületei. Itt egy aktív rendszerű, reverziórendszerű utolagos vízszigetelés készül, ennek a furatait fogják a napokban elkészíteni a kollégák, és hóvégére elkészül a utolagos vízszigetelés, és ugyanígy a térkövezés is. Emellett elkészült a kerítés, az őzikés óda és a iskola között. Az épület udvarán a folyamatos, jellemzően távhőrekonstrukciós munkák miatt rendszeresen feltörték a meglévő aszfaltot, a térkövet viszont egyszerűbb lesz megbontani és helyreállítani. A vízszigeteléssel pedig a falakat szárítják ki, az elmúlt években ugyanis jelentősen feláztak az épület falai. Ez egy elég nagy tételt jelent, ez durván 14 millió forintos összeget kíván. Idén erre 4 millió forintot tudunk fordítani, és a többi tizet majd jövőre. Idén az udvarral érintett honlózati szakaszokon fogjuk elvégezni az utolagos vízszigetelést, ami megelőzi a meglévő lábazatvakolat leverése, utána a szondák beépítése, majd egy ilyen javítóvakolat felhelyezése, és jövő évben pedig a külső, tehát a Szent István Király út, illetve a Gulyás Lajos utcai homlokzaton fogjuk ezeket elvégezni. A kivitelezés jelentős része, így az udvar térkövezése is azonban már augusztus végére elkészül. A diákok így szeptember 1-én megújult környezetben térhetnek vissza iskolájukba.